A visegrádi négyek az uniós bővítési folyamat felgyorsítását várják az új Európai Bizottságtól. Erről született egységes álláspont a négy ország külügyminisztereinek prágai találkozóján. Szijjártó Péter szerint a közép-európai országok számára gazdasági, politikai, stratégiai és biztonsági szempontból is fontos a Nyugat-Balkán integrálása. Az előző Európai Bizottság egyik legnagyobb kudarca a bővítési folyamat szinte teljes mértékű leállítása volt, mondta. A magyar külgazdaság és külügyminiszter hasonlóan értékelt az év végén záruló finn-soros uniós elnökséget is, mivel, ahogy elmondta, a bővítési folyamat egyetlen új tárgyalási fejezetét sem volt képes megnyitni fél év alatt, ami korábban még soha nem fordult elő. A vendéglátott cseh külügyminiszter kifejtette, amennyiben az EU nem képes megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat ezekkel az országokkal, azzal egy hatalmi vákumot teremt a térségben. Ez pedig veszélyezteti Európa biztonságát és stabilitását. Ezért támogatjuk a csatlakozási tárgyalások mielőbbi megkezdését, ami motivációt is jelent a balkáni államoknak, fogalmazott Tomás Petriček. A visegrádi országok külügyminiszterei abban bíznak, már jövőre újra kezdődnek a tárgyalások a tagjelölt országokkal.